Jó reggelt, jó napot kívánok! Folytatódik a hírtelevízió választási műsora, mint már elmondtuk, egész nap várjuk Önöket a TV képernyői elé, és megérkezett közben Vitézi Návid, Budapest főpolgármester jelöltje. Jó reggelt kívánok! Hogy kezdjem a részvételi adatokkal? Hétkor 1,62 százalékos volt a részvétel Budapesten, ez 2019-hez képest egy magasabb részvételi adat, hiszen akkor 0,92 százalékos volt a részvétel. Ez után megkérdezem, hogy hogy van, hogy készült a mai napra, hiszen ez mégiscsak az egyik legfontosabb nap az életében, gondolom. Ez így van, jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. A részvételi adatokat szerintem még... Korai elemezni, mert ugye júniusban vannak most először az önkormányzati választások, és nem egy esés, októberi vasárnapon, mint ahogy korábban, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mit hoz. Én innen a Hírtévé stúdiójából is arra búzdítok mindenkit, minden Budapestit, hogy vegyen részt ezen a választáson és szavazzon. Szerintem a demokrácia ünnepe minden választás, és érdemes elmennünk és kifejteni az álláspontunkat, a véleményünket, hiszen ilyenkor dől el, hogy a városunk, az országunk, Európa milyen irányba megy tovább. Itt most Budapesten azt gondolom, hogy annak a tétje. Forog kockán, hogy lesz-e változás Budapesten a, a főváros irányításában, abban, hogy milyen módon fejlődik Budapest. Ami a személyes részét illeti, nyilván fontos nap, életem első választása, ahol, ahol indulok. Rengeteg munkát beletettünk, nekem ez egy nagy dilema volt a kezdettől fogva, hogy most van-e itt a pillanat, szabad-e belevágni, lehet-e valóban meghaladni az eddigi politikai beszédmódot Budapestről, ahol valójában egy ilyen. Egy ilyen konstans harc zajlott a két oldal között, mindenki mutogatott a másikra, már úgy megszoktuk lényegében fejből el tudtuk volna mondani a paneleit mind a főpolgármesternek, mind sokszor a kormányzati Budapest politikának, és közben meg a város nem fejlődik eléggé. Én, én rengeteget jártam az utóbbi években a, a térségünk nagyvárosaiban, Varsóban, Prágában, Pozsonyban, most Bécsről nyilván nem is beszélve, és azt látom, hogy Budapest egy lemaradó pályán van, én, én ezen szeretnék változtatni, és ezért vágtam bele. És bár emlékszem, mikor bejelentettem a főplakármesteri indulásomat, sokan azt mondták, hogy hát ebből még 5%-se lesz, meg hasonlókat mondtak, azért ennél jelentősebb ambíciókkal tekintek a, a mai este elé, és, és nagyon bizakodó vagyok. Szerintem egy jó kampány van mögöttünk, egy olyan kampány, ami végre budapesti ügyekről, nem acsarkodásról, nem másokra mutogatásról, nem panaszkodásról szól hanem egy olyan kampány volt, ami tényleg arról szólt, hogy milyen lépések mentén lehet ezt a várost egy zöldebb, élhetőbb, biztonságosabb várossá tenni. Erre én nagyon büszke vagyok, ma is az önkéntesekkel kezdtem, sok önkéntesünk van, akik tényleg a szabad idejükből, szívüket, lelküket beletéve azon dolgoznak hónapok óta, hogy minél több Budapestit meg tudjunk győzni. Hadd legyek én a rossz zsarú, ha Zsuzsi volt a jó zsarú. A politikai ellenfelei azért az acsarkodást nem fejezték be, sőt, mi több, ugye többször a kormánypártok kettes számú jelöltjeként is apostrofálták például. Ön pedig úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy őt erősen meglepné, hogyha a Szent Király Alexandra visszalépne az ön javára. Meglepődött? Igen. Nyilván benne volt ez a levegőben, hiszen hát Karácsony Gergely is posztolt erről megállás nélkül. Valójában azt gondolom, hogy furcsa módon Neki is köszönhetem azt, hogy ez megtörtént, mert egyrésztről a vitán olyan rosszul szerepelt, amire szerintem senki nem számított, másrésztről pedig valójában a, a jobboldali érzelmi szavazók fejében, megítélésében az, hogy egy ilyen megtörténhet, és ezáltal számukra az én főpolgármester jelöltségem egy támogatható ajánlat legyen ebben, azt gondolom, hogy az ő megszólalásai is szerepet játszottak, hogy ez így történt, nem szeretnék elemzőbe átmenni, de azért van egy ilyen utolagos megélésem a helyzetről. Én azt gondolom, hogy a, hogy ez egy hármas verseny volt, egy kiélezett hármas verseny volt egészen tíz nappal ezelőttig, ahol valójában a főpolgármester jelölti vita Hozott egy a vártnál nagyobb változást, hiszen egyrésztről a korábbi ö, várakozástól eltérően Karácsony Gergely nem szerepelt ezen jól, nem tudta még a legalapvető várospolitikai intézkedéseit sem megvédeni, sőt, kiderült az, hogy olyan ígéreteket tett a korábbi kampányban, hogy nem indul el ezen a 24-es választáson, hogyha azokat nem teljesíti, én ott ezekkel szembesítettem, ő maga ismert el a saját szájával, hogy nem teljesítette ezeket. Tehát egy olyan világos helyzet állt elő, hogy szerintem a választók nagyon nagy számban ellenzéki a kormányjal nem szimpatizáló választók, és a kormányjal szimpatizáló választók is arra jutottak, hogy Budapesten változásra van szükség. Kíváncsi lennék, hogy a szakértőink hogy látták ezt a vitát. Igen, ja, valóban, ugye Karácsony Gergely rosszabbul teljesített, Vitézi Dávid jobban teljesített, ugye ön egy olyan versenyszámot nyitott a szakértő, Őnek, szakértő politikusnak, a szakpolitikusnak a, a, kategóriáját, amiben a többi pártpolitikus nem tudott részt venni. Én mégis egy másik kérdést tennék fel, mert mégis csak a választás napja van, és nem a vita napja, hogy kinek a szavazataira számít, szóval az LMP, amely a civil szervezete mellett támogatja az ön pályázatát, vagy az ön ö, ö, jelöltségét, ugye az egy viszonylag egy kis támogatottságú párt, és ugye önnek jobbak a számai, kikre számít, hogy megnyerje ezt a versenyt? Mindenki ér, aki azt szeretné, hogy változást legyen Budapesten, hogy ne így menjenek tovább a dolgok, ahogy eddig. Azért Budapesten az zajlik most már öt éve, hogy a főpolgármester egy ilyen ellenzéki miniszterelnök projektként kezeli a Városházát, ugye Árnyék Karmelitának is hívtam azt, hogy a Városházát működteti, és nyilvánvalóan egy országos politikai projektnek tekinti, de nekem volt és van is kritikám a kormányzat Budapest politikájával kapcsolatban, és ezt el is mondtam a kampányban többször, amit szerintem Lázár János minisztersége testesített meg, amelyik ezt a vidék Budapest ellentétet éleszte tovább, és, és forrásokat, fejlesztési projekteket irányított át Budapesten kívülre. Én azt gondolom, hogy mind a kétfajta logikát meg kell haladnunk, és én azt hiszem, hogy a változás ezt jelenti, és ezt a változást igyekszem én a főpolgármester jelöltségemmel egy ajánlattá formálni, ezért indultam el ezen a választáson. Én ebben mindenképpen egy sikernek fogom azt föl, önmagában már sikernek fogom azt föl, hogy a kormányzat, a kormánypárt valójában azzal, hogy visszaléptette a saját jelöltjét, és az én programom mögé is odaállt, azáltal azt jelezte, hogy kész arra, hogy egy ilyen városfejlesztési víziót támogasson. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, de egyben egy felelősségvállalás is, hiszen ez azt is jelenti, hogy a kormányzat Budapest fejlesztéséért egy felelősséget is kész vállalni, és én főpolgármesterként ezt ezt számon fogom kérni természetesen, hogy a programomat meg is tudjam valósítani. Én mind a közgyűlésben, a közgyűlésben szerepet kapó pártokkal, frakciókkal, mind a kormányzattal, az ügyek és a programom mentén szeretnék együttműködni csak a budapestiek érdekében. F Főfogármester előtt úgy is úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely számos ígéretét nem tartotta be gyakorlatilag ebben a ciklusban. Mi a garancia, milyen garanciát tud adni a választóknak arra, hogy az ön ígéreteit nem fogják átírni a, a jövő történéseit? Hát én nem ugródeszkának tekintem a főpolgármesteri pozíciót, abban mindenki biztos lehet, és nagyon sokszor el is mondtam, hogy nem az fog történni, hogy belépek a városház ajtaján, és elkezdek egy miniszterelnök jelölti kampányt folytatni, vagy valamilyen országos politikai kampányt folytatni. Ugye ez történt 2019-ben Karácsony Gergelyel. Én semmiképpen nem, is, nem ilyesmire készülök. És van egy nagyon részletes szakpolitikai program és vízió, amit, amit szeretnénk megvalósítani. Én ehhez szeretnék minél több támogatót szerezni. És az előbb, amit mondtam, az arra utalt, hogy bár a kormányzat Budapest politikájával nekem sok vitám volt és van, azt azért egy biztató pontnak tekintem hogy most egy ilyen városfejlesztési vízió is megkapta a kormányzó párt támogatását. Tehát amikor nekem főpolgármesterként a kormányjal kell majd tárgyalnom, akkor minden alkalommal arra számíthat minden miniszter és a miniszterelnök is, hogy erre fogok hivatkozni, hogy Budapest fejlesztésében immár közös a felelősségünk, és erre apelálva bízom abban, hogy a programomat végre fogom tudni hajtani. Arról nem beszélve, hogy egyébként rengeteg olyan eleme van a programomnak, mondjuk a BKK rendészet létrehozása, vagy éppen az, hogy föltörjük az aszfaltot olyan helyeken, ahol, ahol ilyen járdaszigeteken, vagy akár a népliget belső útjain, és többet zöldítsük ezt a várost, hogy ahol nincs szükség burkolatra, ott legyen inkább zöld. Tehát nagyon sok olyan eleme van a programomnak, amit a főváros mai anyagi keretei között is jobb irányítással és egy dinamikusabban működő szakmai alapú városvezetéssel meg fogunk tudni valósítani. Ez egy 101 pontos programterv, ha jól tudom, amit összeállított. Mik a legsürgetőbb kérdések? Itt most néhányat említett, de ott van a hajléktalan kérdés Budapesten, ami nagyon sok embert foglalkoztat például. Joggal foglalkoztat. Nyilván e, itt csak árnyalt megoldásokra van lehetőség. Egyrészt fejlesztenünk kell a szociális ellátórendszert, fejlesztenünk kell azt a hajléktalan ellátó és szociálpolitikai intézményrendszert, amiben én leginkább ott látom a hiányt, nem férőhely hiány van jellemzően a szakemberek szerint, e, hiszen a munkaerőpiac átalakulása, a munkaerőhiány nagyon sokakat a hajléktalanságból a munkaerőpiacra visszavitt az elmúlt években. De az látszik, hogy akik alkoholfüggőséggel vagy drogfüggőséggel szenvednek, számukra ma a szociális ellátórendszer nem tud igazán segítséget adni Budapesten, és az utcai hajléktalanság egy jelentős része ebből ered. Tehát szerintem itt van egyrészt az ellátórendszerben egy feladatunk, másrésztről kell világos vonalakat húzni, hogy mi az, amit a város el tud tűrni, és mi az, amit nem. Ugye én azt mondtam ebben a kampányban több alkalommal, és mondom most is, hogy a tömegközlekedés. Esetében nem hunyhatunk szemet a fölött, hogy ott olyan utasok, akik a legalapvetőbb higiéniai elvárásokat sem tartják be, vagy az utazási szabályokat nem tartják be, úgy utazgathatnak, hogy senki nem szól hozzájuk, és nem tartatja be az utazási szabályokat, mert ez a, a, a többségi társadalom az utasokkal szemben egy elfogadhatatlan hozzáállás. Én ezért is javasoltam a BKK-rendészet létrehozását, de nem azt állítom, hogy a hajléktalanság ügyét rendészeti úton meg lehet oldani. Nyilván ez nagyon sok lakhatás és szociálpolitikai intézkedésre is szükség van. Nekem a szakpolitikákon egy kicsit túlmenő ellen egy olyan kérdésem, hogy generációkat illetően mi volt a tapasztalata, az hogyan sikerült megszólítani a fiatalokat például, mert azért csak egy Fővárosról beszélünk, Budapestről fővárosként beszélünk, egy olyan városról, ami lendületes, dinamikus, vibráló. Azért a, a fiatalok mégiscsak úgy élik itt a mindennapjékot, hogy egyszerre szeretnének boldogulni szakmai téren, tanulás terén, de azért szórakozni is vágynak. Ezt az összhangot hogyan lehet majd megteremteni itt Budapesten, hogy, hogy látja, mik a tervei, és mik voltak a visszajelzések így a időszak alatt rengeteg fiatalat találkoztam, rengeteg szelfit csináltunk. Én azt látom, hogy a fiatal generációk is szomjaznak arra, hogy Budapest fejlődjön és változás legyen a fővárosban. Rengeteg olyan programelemünk volt, ami szólt nekik, akár a lakhatás terén, ahol egy új bérlakás programindítását tartalmazza a programom a rosdövezetekben. Ez is egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy önmagában az, hogy a kormányzat, a kormányzó párt az én programomat végül is támogatta ezen a választáson a visszalépés nyomán, azt jelenti, hogy a rosdövezetek sorsa, az állami rosdövezetek sorsa kapcsán fogunk tudni ebben előrelépni, én ezt remélem. De nem csak lakhatási kérdések, bár nyilván a fiatalokat ez érinti talán a leghúsba vágóan, merültek föl, a kampányban felvetettem ezt, csak egy példaként mondom arra, hogy mennyire lehet valós ügyekről szóló kampányt is csinálni, hogy a Sziget, ami egy világszínvonalú fesztivál itt Budapest közepén, hogy a budapesti fiatalok kapjanak már kedvezményt, ha a saját városukban egy ilyen nemzetközi fesztivál van, ezt én javasoltam a programomban, ugye fővárosi területen működik ez a fesztivál, tehát van a fővárosnak erre ráhatása, és a sziget vezetői rögtön reagáltak a kampányban, hogy ők nyitottak erre a javaslatra. Tehát lehet érdemi ügyekről szóló kampányt vinni, nem csak folyamatosan a pártpolitikai csatákat folytatni, de például a fiataloktól érkezett olyan javaslat a a programomhoz, hiszen a programomat már eleve egy közösségi elven csináltuk, több mint 5600 írásos konkrét program javaslat érkezett be, és így lett végleges ez a 101 pontos program, hogy péntek szombat esténként járjon éjjel nappal a budapesti metróhálózat, ezt meg is fogjuk csinálni. Ugye a kormánypártok főpolgármester jelöltje visszalépett, és az ön támogatására buzdított, ugyanakkor a kormánypártok keményen beleálltak ettől függetlenül azonban a budapesti kampányba. Ha egy fideszes kö, ö, taggyűlési többség lesz. Mi, ön szerint mi a titka annak, hogy ő együtt tudjon dolgozni velük? Szerintem nem lesz többsége egyik nagy pártpolitikai tömnek sem a fővárosi közgyűlésben. Meglátjuk, várjuk Milyen ki a végét. erre számít egyébként? Most találgatni nem szeretnék, de azt gondolom, hogy azt ki lehet jelenteni, hogy én azt gondolom, sem a Fidesznek, sem a DK-nak, vagy a DK körül csoportosuló ilyen mikropártoknak együtt nem lesz többsége a közgyűlésben, hanem azok az új szereplők is megjelennek, akik új ajánlatként, új listával szeretnének bejutni a közgyűlésbe. Én itt is megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mi is állítottunk egy listát. Van egy olyan lista, amit, amit én vezetek, és nyilván az én munkámat főpolgármesterként az segíti majd a legjobban, hogyha az a lista minél nagyobb erővel ott tud lenni a közgyűlésben. De nyilván Magyar Péterik is állítottak listát, a Kutyapárt is állított listát. Tehát szerintem egy nagyon színes közgyűlés lesz ennek a listás választásnak az eredményeként. Én egy olyan együttműködésre törekszem majd, ami a programom mentén és ügyek mentén igyekszik többséget teremteni. Azt elmondtam, hogy nem szeretnék beszállni ebbe a 20 évet tartó nagy magyar országos pártpolitikai harcba a főpolgármesterként, éppen ezért sem a DK-val, sem a fidesz nem tervezek koalíciót kötni, és főpolgármester helyettest jelölni egyik nagy pártból sem. Én ja, most a mostani közgyűlésben a DK-nak van többsége, és Gyurcsány Ferencék nagyon erősen vannak jelen a Városházán. Ja, hogy milyen, mit tud ígérni a fideszes szavazóknak, akiknek ugye Szent Király Alexandra azt ígérte, hogy Gyurcsány emberét, Karácsony és a Gyurcsány fiókákat is el szeretné távolítani a Városházáról. Önben mennyire számíthatnak ebben a fideszes szavazók? Száz százalékban. Én a kampány legelső pillanatától elmondtam, hogy tarthatatlanak tartom azt az állapotot, hogy a Gyurcsány kormány volt tisztségviselőivel vannak tele a fővárosi cégek igazgatóságai, Gályé Zoltántól, Draskovics Tiborig, vagy, vagy Kolber Istvánig, vagy Katona Tamásig bezárólag. Szerintem ez nem egy helyes felállás. De általánosabban is azt gondolom, és ezben mondott második fele, hogy nem jó az, hogyha a pártkáderekkel vannak tele szakmai testületek. Tehát én nem azt tervezem, hogy a gyurcsány embereket lecserélem Fideszes pártemberekre, ilyen nem fog történni, ezt mindenki, ezt, ennek tudatában szavazzonám, hanem szakemberekkel szeretném vezetni a várost, olyan szakemberekkel, akik akár az életútjuk, akár az egyetemi karrierjük, akár a szakmai karrierjük révén letettek már valamit az asztalra. A budapestiek megbízhatnak abban, hogy ők egy olyan szaktudást hoznak majd Budapest irányításába, ami jobbá teszi a városunkat, élhetőbbé teszi a városunkat. Tehát itt nem csak abban lesz változás, hogy nem a gyurcsány párt emberei fognak ott ülke, hanem abban is változás lesz, hogy pártkáderek helyett szakemberekkel fogjuk vezetni a város. Szeretnék friss részvételi adatokat bejelenteni. Budapesten 8,59 százalékos, ez 5 évvel ezelőtt 5,72 százalék volt, kiemelkedően magas a budapestiek szavazási kedve. Mit vár ettől a magas részvételtől? Ez hogyan jelenhet meg önnek előnyként, mit hozhat? Én örülök annak, hogyha minél többen mennek szavazni, erre buzdítok innen mindenkit. Szerintem minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy változtassunk Budapesten. Tehát én is innen a stúdióból szavazni megyek egyébként, még nem vagyok benne ebbe a 8,59%-ba, a Diana utcába. Én arra buzdítok mindenkit, hogy menjen el szavazni, akkor lesz Budapest egy jobb hely akkor tudunk változást elérni a budapesti politikában, hogyha elmegyünk és szavazunk. Az... Ugye ez a részvételi arány, ez az országos részvételi arány mutatja. Ez azért az európai parlamenti választásra és a többi helyi hatósági önkormányzati választásra is valamiféle támpontot adhat. Ti mit vártok ettől a magas részvételi aránytól? Én abban bízom, hogy mind Budapest tekintetében, mind az európai parlamenti választások tekintetében kifejezik a választópolgárok azt, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogy elért most már egy olyan szintre a jelenlegi helyzet minden tényleg belpolitikai és nemzetközi szintéren is, amikor a választópolgároknak ki kell fejezniük azt a határ, vagy meg kell húzniuk azt a határvonalat, amelyen már nem szeretnék, ha túllépnének a politikai döntéshozók, amikor már nem szeretnék azt, hogy a fejük felett az ő beleegyezésük és hozzájárulásuk nélkül hozzá meg olyan döntéseket, amelyek az ő életükre, a mindennapjaikra van közvetlen ő hatása, tehát nap mint nap tapasztalják majd a, döntéseknek a, a, következményeit. A nézők láthatják egyébként az országos részvételi adatokat is, és ott is szignifikáns a különbség a 2019-es képest. Zoli, te hogy látod ezeket a magas részvételi adatokat? Mire lehet ebből következtetni? Ja, az előző választásokon mindig volt ilyen találgatás, hogy a magasabb részvétel kinek kedvez, korábban mindig a kormánypártoknak kedvezett, hiszen olyan témák voltak napirenden, amelyek elementáris erővel szólították meg azokat is, akik nem szavaztak, itt gondoltunk a migráció témájára, vagy most a háború és a béke kérdésére a 22-es választásnál, mindig azt kell megnézni, hogy hol magasabb a részvétel, hát Budapesten belül is mely kerületekben, illetve országosan is mely régiókban, ugye megvannak a korábbi évek adatai, hogy melyik választókerület merre húz, hát ilyen szempontból még ezt mélyebben kell elemezni, hogy kinek kedvez a magasabb részvétel, de az valóban jó, hogyha minél többen mondják el a véleményüket, hiszen az eredmény annál stabilabb lábakon fog állni. Köszönjük, és hát most, hogy megtudtuk, hogy Vitézi Dávid még nem tudta állampolgári kötelezettségeit teljesíteni, el is engedjük Köszönöm szavazni. Kérdező. Arra most nem, azt most nem kérdezem meg, hogy kire fog szavazni, mert hogy tiltott kampányolásnak minősül. De azt azért kívánok. Tudok, aki... tudok, egy jó főpolgármester előtt, azt azért el tudom mondani. Én arra kérek csak mindenkit, hogy aki azt érzi Budapesten, hogy mehetnének jobban a dolgok azért ebben a városban, a semmiképp nem maradjon otthon. Köszönjük szépen, akkor önnek egy kalappal, ezt gondolom kívánhatom, ez semmiféle szabályozásban nem ütközik. A legjobbakat, egy, egy szép napot önnek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Mi pedig majd innen folytatjuk. Így van. Várjuk és a következő vendégünket. Így van, és önök is megtudhatják, hogy kik jönnek hozzánk még a következő időszakban, már is mutatjuk.